Jó estét kívánok, kedves nézőink! Tabuk, titkok, tények, keddi aktuális adása, és ma nagyon izgalmas dolgokról lesz szó, az olcsó atomerőművekről. Nem Paksról, hanem az olcsó atomerőművekről. És hát állandó szakértő barátom Egeri György, aki feltaláló és egyben a Magyar Tudomány Infanterie tudna erről bőven mesélni, hiszen 20 esztendőt töltött a KFK-ba, az egykori Központi Fizikai Kutatóintézetbe, és ezzel a témával nagyon bőven foglalkozott. De azért hívtunk szakértőt is, hogy szegényként ne legyen egyedül. Gál Marcell, szoftverfejlesztő, informatikus, mérnök, aki szintén otthon van ezekben a témákban, illetve ebben a témában. Hát tulajdonképpen, elnézést kérek, tulajdonképpen mi is a baj ezzel a Pakssal, hogy annyit szidjuk, meg annyira nem akarjuk. Azt tudom, hogy nem olyan olcsó, sőt távolról sem, mint ahogy ezt hirdetik. Ugye a műsor témája mindig valami tabuhoz vagy titokhoz kapcsolódik, és számomra mint egy 10 év munka után derült ki, amikor az Atomenergia Kutatóintézetben dolgoztam, hogy vannak sokkal jobb típusú konstrukciók is, mint ezek a nyomott vizes reaktorok. Sőt, aztán később az is kiderült számomra, hogy műszakilag talán ezek a lehető legrosszabb reaktorok. Ezek arra vannak optimalizálva, hogy plutóniumot termeljenek, ami hát persze szaporító reaktorokban jól használható lenne, csak ilyenek nincsenek. És a lényeg az, hogy a plutóniumból bombát csináljunk, tehát magyarán nekem az az érzésem, hogy arra megy ki a játék mindenütt. Tehát nem csak a béket, az egykori béketáborban, hanem Franciaországban, Angliában, az Egyesült Államokban, hogy az atomerőművek bomba alapanyagot, plutóniumot termeljenek. De sokkal jobb konstrukciók léteztek, vagy fejlesztés alatt voltak, és ezeket leállították azért, hogy ne támasszon konkurenciát a mostani nyomott vizes reaktoroknak. Erről fogunk beszélni, és Gál Marcell vendégünk nagyon mélyen beásta ennek a témának az irodalmába és történetébe. Úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményedre ez ügyben. Megint pénzről beszélünk. És honnan van ez az atavisztikus érdeklődés az atomenergia irántadasságodban? Általában érdekel az egész energiaipar, meg a technológia. Ja, értem. És beazonosítottam, mint fiatal mérnök, néhány olyan területet, ami kifejezetten ígéretes az energia, elektromos energia és egyéb energia, hőenergia előállítása terén. Az egyik ilyen volt a sóolvadékos atomerőmű, a másik a fagáz, és hát van még néhány ilyen terület. Jó, hát én Harry Pottert olvasok. Kinek a fav, kinek a bab, ne jó, ez csak vicc volt, persze. Hát ez sok százféle technológiának a valamilyen szintű megismerése után választottam ki néhányat, amit a legígéretesebbnek gondolok. Na, akkor beszéljünk a tóriummosóolvadékos reaktorról. De mielőtt nagyon beleássuk magunkat, azért amikor ilyen szakszövegek jönnek, tóriumos, milyen olvadék? Só, akkor azért ezt egy pár szóval mindig magyarázzuk meg, mert azért a néző az laikus. Gyanítom, hogy kevés atomfizikus ül a képernyő előtt. Bár ezt akarják, persze, de megint a fejünk felett döntenek, szóval mindig azt mondják, hogy Magyarország demokrácia, de amikor a legnagyobb tételű költségvetési dolgokról beszélünk, a hétköznapi ember úgy, mint mi, nem szólhat hozzá, nem mondhatja el a véleményét. Tehát itt is az van, hogy csak adófizetési kötelezettségünk van, jogaink nincsenek arra, hogy beleszóljunk alapvető dolgokba, mert ugye az, hogy a magyar állam szarérhúgyért eladta a MOL-t
Cakpak és számos más céget, majd aztán sokkal nagyobb áron például a MOL-nak a 25%-os paketjét újra visszavásárolta, megint a mi pénzünkön. Na de és mi értelme volt egyébként? Hát marha sokat fizetsz te, semmit nem keresel rajta, de néhány ember ott magasan és fent hatalmas pénzeket kaszált ezen. Ez az értelme, hogy te fizess, és a végén az ő zsebükbe kerüljön. Na térjünk akkor ide a... Na most a paksi atomerőmű építésében anno én részt vettem, mint fiatal kutató az AEKI-be, tehát én láttam. Jó konstrukció, tehát az oroszok jól megcsinálták, ezt el kell mondani. Na. De ennél sokkal jobb is lehetett volna. A 60-as, 70-es években már tudták, hogy nem csak urániumból, hanem egy sokkal gyakoribb ásványból, a tóriumból is lehetne reaktorokat készíteni jóval olcsóbban. Egy hibája van, hogy abból bombát nem lehet csinálni. Hát, és ez kinek hiba? A háborús lobbinak? Hát így van, így van. Aha. Na, meséljünk akkor a tóriumról. Én a tórium most solvadékos erőműnek a legkomolyabb előnyének azt érzem, hogy lehetőség van egyrészt a gazdaságos energiatermelésre nagyon hosszú távon, tehát ilyen milliárd év, mint a megújuló energiaforrások, azok is milliárd évre szólnak. Viszonylag nem sokkal drágulhat meg az energiatermelés költsége, több milliárd év rendelkezésre áll, és az elsődleges rádióaktív hulladék csökkentésének a lehetősége van benne néhány erőmű típusban. Ez azért van, mert például a nyomotvizes atomerőművek az uránnak csak egy nagyon kis részét hasznosítják. A többit az csak beszennyezik, meg kiássák, meg feldolgozzák, de igazából nem hasznosítják. A természetes uránban, hát itt most elég sok szakmai dolog lesz, de én remélem, hogy megpróbálunk kicsit közérthetően, meg olyan dolgokat, amit talán neked van tanuljunk az általános iskolában, a középiskolában, de sajnos nem tanították meg, ki kell használni a lehetőséget, hogy egy picit behozni ebből a hátrányból. És a természetes uránban 0,7%, tehát 1/140 rész az urán 235 izotóp, amiben 3-mal kevesebb neutron van, mint az urán 238-ban. Az hasad. Az termelő. Az hasad, könnyen hasítható, és tulajdonképpen a 0,7%-ból is csak 0,5% az, amit hasznosítunk, mert 0,2% az már gazdaságosan nehéz, nem lehet centrifugásra kinyerni. És bár egy részét a urán 238-nak is hasznosítjuk, mert tenyésztés történik egy mondjuk egy nyomotvizes reaktorban is, tehát ott is van belül plutónium égés, főleg a fűtőelemek ciklusának felé. A vége felé. De a végeredmény az, hogy legfeljebb az 1%-át hasznosítjuk a rendelkezésre álló energiának, ugyanakkor a teljes 100%-ot ki kell bányászni, feldolgozni, az is egy költséges és környezetterhelő folyamat, aztán utána be kell tenni a reaktorba, ki kell venni, utána tárolni kell, és nagyon nem mindegy. Hát, hogyha arra gondol az ember, hogy mondjuk 1 kiló vacsora meg főzéséhez ugye 1,5-2 kilogramnyi alapanyag kell, mert ugye a krumplihéját kidobjuk, és az úgy elfogadható. Na de hát, hogyha már 200 kilogramm kell, akkor azért már fel kéne... Hát igen, az durva. Akkor el kéne gondolkodjunk rajta, hogy most akkor ezt tényleg így kell csinálni, hogy 199 a hulladék, és alig van, amit ténylegesen használunk. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy nem mossuk egybe az összes atomtechnológiát. Az összes atomra nagyon sokféle van, és nagyon gyakran megtörténik az tévében, meg írásokban, hogy a nyomott vizes az a legelterjedtebb
erőmű típus, nek a valamilyen tulajdonságából megpróbálnak következtetni akkor az összes többire, és ez nagyon gyakran nem igaz. Nagyon gyakran hibás, téves a következtetés, vagy szándékos félrevezetés, vagy pedig egy tévedés történik, hogyha ha felületesen csak úgy összemossák a különböző technológiákat. Talán érdemes egy picit belemenni a részletekbe. A fényképeken egy picit átmenjünk, hogy a diákon, és nagyon röviden, ez 1964-től 69-ig üzemelt Oak Ridge National Laboratórium az USA-ban, Tennessee államban, amit egyébként Wigner Jenő magyar Nobel-díjas tudósunk igazgatásával indult ennek a programnak az elődje. Ez egy solvadékos erőmű, az volt a célja, hogy egy próbapadon, tehát nem volt cél az elektromos energia termelés, hanem ugye egy motort, amikor először fejlesztenek, akkor fékpadra teszik, és megmérik, hogy mit tud. Hát egy erőműnek a fékpadja az, hogy majd látni fogjuk, hogy izzanak a hőcserélők, és hőt ad le. Ugye a cél volt az, hogy megállapítsák, milyen anyagokból kell építeni, milyen szivattyúkkal, milyen tömítésekkel, hogyan kell üzemeltetni, hogyan kell leállítani, újraindítani. Nagyon sokszor le tudták állítani biztonságosan és újraindítani, amit nem tudnak megtenni, vagy nagyon nehéz megtenni, és sok idő megtenni egy nyomotvizes erőművel. És például elérték azt, hogy a tartály falának a kopása az évente csak 1/10 milliméter legyen. Tehát a sóolvadékkal nem könnyű bánni, ezt minden mérnök és fizikus, kémikus tudja, de megtalálták az ehhez szükséges ötvözeteket, azoknak a kezeléséhez szükséges technológiákat, ugye hegesztés technológia, csövezés, stb. Kicsit nézzük a fényképeket, hogy igen, ez elődje volt ez a ARE reaktor experiment. Tehát ez a repülőgépekben az volt a megrendelő az amerikai kormánynak és a hadiparnak a megrendelése, hogy tessék olyan repülőt gyártani, ami fent tud maradni 2 hétig vagy 3 hétig. Bombázott. A levegőben. Ugye kerozinnal, de utántöltés nélkül. És ezt atomenergiával meg lehet csinálni. Ahhoz készült ez egy földi, megint csak próbapadon levő repülőgép reaktor. És erőnyekben sikerült megvalósítani? Igen. Tényleg? Igen, tehát ezt meg tudnánk. Sőt, állítólag az oroszok reptettek is. Amerikaiak nem reptettek tudtommal ilyen repülőt, de semmilyen kétségünk nincs abban, hogy az elvileg megoldható. Én szerintem nem való. Tehát nem, már eleve a repülés is, hogy mennyire szükséges, mennyire nem, az kérdéses, de nem. Tehát ez csak a történeti hátteréhez. Az atomenergia, a vegyipar és a genetikára egy érdekes dolgra hívnám fel a figyelmet. Az atomenergiában ott az izotópokat is, hogyha figyelembe vesszük, 1000 körüli olyan elem van, amire figyelnünk kell, és ezek nagyon könnyen detektálhatók. Tehát akár egy olcsó Geiger-Müller számlálóval már érzékelni tudjuk, hogyha veszélyben vagyunk, ugye alfa, beta, gamma sugárzásokat. Ugyanakkor például a vegyipar az, ami szintén szükséges, tehát ezek hasznos dolgok, ezeket lehet jól használni, de tisztában kell legyünk a kockázatokkal. Ahol a molekuláknak már millió számra vannak kombinációik, mert ugye összekapcsolódnak, és akkor többféleképpen összekapcsolódhatnak. Nagyon-nagyon nehéz sokszor a detektálása, hogy most mi van ott, mi nincs ott. Lehetne példákat mondani, hogy mi volt a kakaóporban különböző helyeken, nem mondok márka nevet, mert Magyarországon is ismert márka névről van szó, hogy került a műgyanta a kakaóporba. Az igen. Nem kis dolgról van szó. Meg akarták hamisítani, hogy több legyen a fehérje tartalma, nagyobbnak tűnjön. Azt a nitrogén tartom mérésével, majd többen a nitrogén, többen a fehérje, egy ilyen korreláció van. Na most ők beraktak olyan nem odavaló anyagot, ami abszolút nem odavaló, káros, egészségre káros, halástek is voltak belőle, de nagyobbnak tűnt a fehérje tartalma. Sokat lehet róla beszélni. A genetika ott már kérdéses, tehát a vegyipar és az atomenergia az a jelenleg életszínvonalunk fenntartásához
szinte nélkülözhetetlen. A genetika ugye azt ígéri, hogy majd akkor 5 évvel tovább élünk, meg 5%-kal többet fog teremni a kukorica. Jó esetben persze javíthatja az egészségünket. Tehát ez a szellem kiszabadult a palacból, ugye ezt itt most már nagyon-nagyon érdekes lehetőségek vannak, és nagyon sok veszély is. Ennek a itt meg milliárd mondhatnám az adás végéig, annyira sok a kombináció a DNS láncnak a variálhatósága miatt. Tehát már azt se tudjuk eldönteni, hogy mire kell figyelni, mi a természetes, mi a mesterséges, mi az, ami csak úgy kialakult, mi az, ami egy támadás. Ugye manapság terjed az, hogy az embereknek megtámadják a számítógépet, és azt mondják, hogy az adatokat visszakapod, a titkosító kulcsot megkapod, ha fizetsz 500 eurót. Na majd a gyerekeinknek azzal kell megküzdeni, hogy ugyanezt a génjükkel, azt mondja, hogy megkapsz egy betegséget, ha fizetsz ennyit, akkor meggyógyulsz. Tehát nagyon érdekes világ lesz pár generáció múlva, és ebből az atomenergia az, ami a legkönnyebben detektálható, nagyon jól kell vele bánni, tehát ha sárga a hó, akkor ne edd meg. Tudnunk kell, hogy kell kezelni a különböző, hogy kell csökkenteni a mennyiségét a rádiaktív adéknak, hogy kell kezelni. Ugyanakkor látni fogjuk mindjárt, hogy milyen picire leszorítható a mennyisége mondjuk a vegyiparhoz, az élelmiszeriparhoz képest az atomenergiai hulladéknak, hogyha azt jól csináljuk. Tehát ugye egy tonna alapanyagból mennyi energia nyerhető? Hát itt vannak példák, hogy faaprítékból 0,4 század megawatt nap, ez egy jó mértékegység, ami ugye azt mondja, hogy egy megawattos erőmű egy napig mehetne vele, hát a egy tonna faapritéka csak egy óráig mehetne. Ehhez képest az atomenergiában ott tehát milliószor nagyobb számokat fogunk látni. Tehát például a tenyésztő reaktorokkal azzal 370 ezer megawatt nap per tonna. Tehát sok milliószor nagyobb energia van benne. Ugye a kémiai reakciókban általában ilyen 2 elektronvoltnyi energia van, a rádióaktív hasadásban, abban pedig 200 megaelektronvolt, tehát 100 milliószor nagyobb az energia tartalma. A fúzió az a kettő között van. Tehát a fúzió az 14 megaelektron volt, és hát most minden összehasonlításra nem tudunk belemenni, mert hogy mennyi neutront ad, mennyi szennyezést ad, ez nagyon sok tényező függvénye, de látható, hogy sokkal kevesebb anyagról van szó, és például egy család 50 éves energia szükséglete, amiben az ipart is bele kell venni, nem csak a háztartásokat, hogyha korrektek akarunk lenni, akkor ahhoz körülbelül 11 kg elsődleges rádióaktív hulladék tartozik, amit 300 évre kell félretenni, hogyha ezt a legjobb fajta erőművekkel állítjuk elő. Hogyha a nyomott vizesekkel, vagy egyéb kevésbé optimális, sokkal szennyezőbb és drágább erőművekkel állítjuk elő, akkor két nagyságrendel, tehát 100-szor ennyit kell kezelni, ami egyébként még mindig kezelhető mennyiség, de kétségtelenül több. Tehát a 11 kiló az fél liter egyébként, tehát ezekből a nehéz elemekből, az tóriumból vagy uránból, az körülbelül mint egy nagyobb sörös korsó. Ugye a megújuló, én azt mondom, hogy ami évmilliárdokig rendelkezésre áll, jelentős költségnövekedés nélkül, az a megújuló. Hát egy Bernard Lee Cohen, egy neves professzornak van egy nagyon jó cikke, ami bemutatja, hogyan lehet például az urán 238-ra, a tengerekből való kinyerésére fenntartható energiagazdálkodást, ami több milliárd évig rendelkezésre áll. Ugyanis pótlódik a patakok és a folyók, azok visznek be újabb urán mennyiséget a óceánba. Tehát ha kivesszük az összeset, az szépen, nem tudjuk összeset kivenni, de veszünk ki uránt, az szépen pótlódik. Akkor nem lerakódik az üledékes kőzetekben, hanem hasznosítható. Tehát nyugodtan tekinthető megújuló energiaforrásnak, mert
milliárd évekig rendelkezésre áll, sőt, még sokkal megújulóbb, mert és sokkal univerzálisabb, mert a naprendszerben több mint 1000 bolygó van, amin ezt hasznosítani lehet. Tehát a Neptunusz pályán túl is vannak olyan bolygók, amin a tórium meg az urán ott van, ugyanakkor a napfény már annyira gyenge, hogy gazdaságilag az nem hasznosítható. Tehát, hogyha arról van szó, hogy az emberiségnek a hosszú távú, ugye ez egy a fejlettségére utal, hogy most csak itt tud megélni, vagy máshol is meg tud élni. Tehát ez egy ilyen mély szinten kulcskérdés lehet ez az energiagazdálkodás. Jó, kicsit lehet, hogy hosszú volt egyszerre, majd megnézzük azt, hogy miért is tudja ezt a tórium és az urán 233, amit a tóriumból tenyésztenek, ezt a százszor kisebb elsődleges rádióaktív hulladék mennyiséget, illetve a százszor nagyobb hatékonyságot a hagyományos erőművekhez képest. És hát amit szintén meg kell említenünk, hogy egy nyomotvizes erőművekben ilyen 200 atmoszférás tartályokat kell előállítani, hegeszteni. Vastag falakkal. Nagyon vastag fal, nagyon nehezen hegeszthető, nagyon költséges az egész berendezés. Többszörösen kell megépíteni, hogyha az egyikbe gond van, akkor a másikkal mi lesz. És nagyon költséges az egész reaktor megépítése és a kiszolgáló infrastruktúra. Ehhez képest például... Mégsem biztonságos, ugye a Csernobil a példára. Tehát én azt mondanám, hogy a víz az atomerőműbe, atomreaktorban nem való. Ezzel persze lehet vitatkozni. A három baleset, amiről tudnak, az mindegyik a vízhez volt köthető. Fukushima is? Hát a Fukushima az duplán a vízhez volt köthető, mert egyrészt a cunami, másrészt meg a reaktoron belüli hűtővíz. Aha. Is. Ugyanakkor a Csernobil az egy picit más típusú volt, és ott még ugye játszottak is az erőművel, amit nem szabadna különösen egy olyan fajtával. Hát, atomerőműből lehet olyat építeni, ami a fizikai működése miatt biztonságos. Tehát ha túlmelegszik, akkor saját magát állítja le. Meg lehet olyat építeni, amit külső szabályzó rendszerek tartanak biztonságos állapotban. A Csernobili ez utóbbi volt, tehát ezért nem szabadott van játszani vele, mint ami megtörtént. Most lehet, hogy kicsit cinikus ez a szó, de tényleg az, hogy játszottak vele, és nem vették komolyan a technológiai előírásokat, a saját előírásaikat sem. És ezért hát tudjuk, hogy elég súlyos következménye lett. Hogyha mondjuk a szénbányászattal összevetnénk, vagy az egyéb energiahordozókkal, akkor még mindig valószínű, hogy a rengeteg szilikózisos bányász, meg tehát mindent össze, nem olyan egyszerű a kép, hogy mi a tisztább, de az nyilvánvaló, hogy minden ilyen technológiában meg kell tanuljuk, hogy hogyan lehet a legbiztonságosabbat megépíteni, és még azt is a legbiztonságosabban üzemeltetni, és csak így lehet a Kánaánt, hogy olcsó energia, ami szolgálja a kényelmüket. És nincsenek, mondjuk nincs ilyen energia, atomenergia ügynökség, azt hiszem ilyen van. Van, nem. Hogy hogyanak, és azoknak nincsenek ilyen ajánlásai, hogy miket kell betartani? Tehát nem lehet ezt egyetemlegesen kordába tartani ezeket a dolgokat? Általában ezek a meglévő technológiákra épülnek, és nem egyformák, mondjuk így az embereknek a befolyása ezekre a szeretekre. Tehát a kis embereknek semmi befolyása nincs, a nagyoknak, meg a gazdag mágnásoknak, nagy befolyása van, és emiatt a hatalmi érdekek nagyon erősen torzítják a döntéseket, az előírásokat, az egésznek a működését, és sokszor új technológiákkal nem is foglalkozik, tehát a meglévőre, hogy az szabályozza, de az újabbakkal gyakran nem foglalkozik. Vagy ha igen, akkor hát mondjuk a fúziónál ott foglalkozik, csak éppen rossz irányba foglalkozik vele. Most egy kicsit
jöjjünk haza, itt paksi anomália körül valamit. Gyuri, tudom, hogy most neked eljön az időd, most majd mondhatsz egy-két olyan megjegyzést, amit nem feltétlenül szívesen fogad a regnáló hatalom, de tulajdonképpen igazándiból mi a baj ezzel azon túl, hogy drága? Hát ugye most a Marci elkezdett beszélni a tóriumos sóolvadékos reaktorokról, tehát azok egy atmoszféra környékén dolgoznak, nem kell ilyen 150 atmoszférával. Tehát akkor ez ózsdi lesz, amit mi építünk? De az a probléma, hogy senki, aki meg tudná építeni, azokat nem engedik, hogy elterjesszék ezt a reaktortípust, mert így ezzel a tóriumos reaktorral nem lehet bombát csinálni. És ez a katonai, ipari lobby egyszerűen azt nem engedi meg, hogy neki most külön kelljen reaktorokat csinálni, csak ahhoz, hogy na még atombombákat készítsen. Na de készítsen. Most bocsánatot kérek, horribile diktúgyát Magyarország, mint atomnagyhatalom. Hát ez röhely. Hát minek kell nekünk atombomba? Hát nem. Az van, hogy te kifizeted. Ha jól tudom, nincs is. Nekünk nincs. Hát akkor meg most de a dolog úgy néz ki. Most attól, hogy ha most a paksi atomerőmű az képes lesz arra, hogy atombombát gyártsunk, akkor most gyorsan ebbe bele kell csapnunk, vagy most nem érte? Nem, ez úgy lesz, hogy kiég egy fűtőelem, azt elvisszük a volt Szovjetunióba, ott kiszedik belőle a plutóniumot, az az övék, mi ezért fizetünk természetesen. Azt is kiszedik a mi plutóniumunkat? Igen, igen, azért jó. Fizetünk. És mi ebben az üzlet? Semmi. Semmi. Pont erről szól a műsor. Mert ha még az lenne, hogy ha nem vinnék el az oroszok és itt fölrobban, akkor az kár lenne, akkor azt mondom, hogy jól rendben, vigyék el, azért még fizetünk is. Még fizetünk, igen. Hát ez óriási. Hát, de ezt más műsorban nem mondják el. Ez csak itt. És itt is majd meglátjuk, hogy meddig mulathatunk. Igen. Tehát ez egy titok, és tabu ez a téma, de tény az, hogy azért fizetünk, hogy orosz bombák készülhessenek. Aha. Hát én úgy érzem, hogy az nyilvánvaló, hogy a nagy érdekcsoportok azok a nyomott vizest preferálják, mert ez egy kiszolgáltottságot jelent. Tehát, hogy vegyél ilyen printert, mert akkor majd innen lehet bele mit tónert venni. Patront, így van. Ha magadnak elő tudod állítani, akkor ez az atomenergiában, ez a reprocesszálási ipar, hogy akkor mindig kell bele új fűtőelemet drágán venni, ez a kiszolgáltatottság már nincsen. Akkor ugye 11 kg tórium szükséges ahhoz, hogy egy háztartás, egy családnak a háztartási és ipari energiaigényét előállítsuk 50 évre, tehát ez nem kiszolgáltatottság. Hogyha saját magának az erőművön belül meg tudja csinálni ezt a reprocesszálást, akkor és jól hasznosítja, tehát 100-szor jobban hasznosítja a hasadóanyagot, illetve a tenyészthető alapanyagot, akkor onnantól ez nem biznisz, és egyszerűen így állnak be az érdekek. Ilyen tóriumos reaktor tized annyi pénzért lehetne építeni, mint ezeket a nyomott vizes reaktorokat, ami most Pakson épült. De aki ott dolgozik Pakson, annak nem járhat a szája arról, hogy hát ilyen szarral dolgozunk, és lenne jobb is. Tehát itt a háttérben megegyeztek az atomnagyhatalmak, hogy már pedig ezt az olcsó reaktort nem fogjuk gyártani, mert akkor nem lesz bombánk. Na, de így se lesz. De lesz. Az oroszoknak. Nekünk valakinek nem lesz. Hát, de most, hogy mondjam, hát szóval mi izénkkel verik a család? Így van. Ide jött Putyin, azt mondta Viktornak, hogy Viktor, ezt veszed, ez lesz nektek még 50 évig, nem engedünk más reaktortípust addig elterjedni, ezt garantálja. De mi az, hogy nem engednek? Hát nem vagyunk függetlenek? Nem, ebben nem. Nem. Ebben nem. Én úgy érzem, hogy inkább a kiszolgáltatottság az, ami,
ami fontos szempont. Tehát, ráébredtél? Hát ez nagyon durva, amiket hát mondtok. Az. Nagyon durva. Tehát szerintem nagyobb a különbség a kiszolgáltatottságban. Tehát, hogy a tóriumos, illetve az egyéb tenyésztőreaktorokkal kevésbé kiszolgáltatott, az, akinek ilyenje van, akinek csak nyomotvizese van, az kiszolgáltatott. Akinek az sincs, az meg pláne. Igen. Ilyen üzemanyagot persze nem lehet venni csak Oroszországtól, vagy az Egyesült Államoktól, és annyiért adják, amennyiért ők akarják. És hogyha ugrálsz, akkor azt mondják, hogy na még üzemanyagot se adunk neked. Tehát véleményem, műszaki véleményem az, hogy a kapható a reaktorok azok ugye mind nyomotvizesek, van olyan, hogy esetleg forralóvizes, de azokat se nagyon szeretik, de mind urán alapú, holott tóriumból háromszor annyi van, Indiában annyi van, hogy a dózerrel a föld felszínéről össze lehet hozni, tehát nagyon olcsó. Az amerikaiak meg az oroszok, ne egy Isten, összeállnának, ki tudnak véreztetni Európát? Már milyen szempontból? Meg is teszik, persze. Hát az, hogy akkor itt senkinek nem lenne atombombája. Hát azt nem is akarják, hogy legyen. Hát nekünk se kéne, nekem az a problémám, hogy kell a francnak atombomba, ne legyen senkinek se bombája, de juthassunk hozzá olcsó energiához, amivel mi rendelkezünk, amivel szuverének vagyunk, nem függünk mástól, nem vagyunk kiszolgáltatva másnak, és ez lenne szerintem az igazi rezsicsökkentés, hogy De erre van lehetőség? Hát most vagy nyugatnak bókolunk, vagy az oroszoknak. Műszakilag van. Politikailag sokkal bonyolultabb a kérdés. De még említenék két érdekességet a sóolvadékos erőműről. Az egyik az, hogy a jó neutron háztartása révén lehetőség van benne a nyomotvizeseknek a úgynevezett veszélyes rádióaktív hulladékát, ami egyébként az egy értékes anyag, tehát abból még rengeteg energiát lehet fejleszteni. Tehát millió tonna kőolajról beszélünk tulajdonképpen, hogyha kőolajen értékben akarnánk kifejezni. Azt tudja hasznosítani. És tehát a másik érdekesség... Nukleáris pöcegödörként használható. Tehát ugye a 8-10-es erőművekből valahol el kell helyezni nagy mennyiségű elsőleges rádióaktív hulladékot, és abból vannak olyan uránnál nehezebb izotópok, neptunium, kalifornium, amik hasznosíthatók, de nem a nyomotvizesben már nem. Uh-huh. A gyors neutronosban, illetve kisebb mennyiségben a tóriumos olvadékos reaktorban ezek hasznosíthatók és ártalmatlaníthatók, ha úgy tetszik, tehát a 30 ezer év helyett egy 300 éves tárolás az már egy sokkal beláthatóbb dolog, azt érzi mindenki. Bár engem azt se dobogtat meg, úgyhogy... Nos, hát arról beszélünk, hogy 11 kg-ot kell családonként tárolni, mint elsőleges rádióaktív hulladékot. Ehhez képest az egyéb ipari hulladék az ilyen 100 000 kilogramm körüli. Per család? Persze. Nagyon-nagyon komoly mennyiségről. Hát hogyne. Az igen. Ami különböző veszély. Van, amelyik, a távolról sem mindegy. Van amelyik picit veszélyes, van amelyik jobban veszélyes, van amelyik így veszélyes, van amelyik úgy. Tehát van amelyik ott is van, ami hasznosítható. Tehát nem lenne elég öt adás se, hogy kivesézzük. Meg talán a tudásunk se, mert ugye ott egy nagyon-nagyon széles iparágról van szó. De egyrészt hasznosítható, másrészt pedig még egy nagyon érdekes vonzata van a sóolvadékos atomerőműnek. A szilárd fűtőelemek, amik mondjuk a nyomotvizesekben vannak, azok bennmaradnak 1-2-3 évig a fűtőelemben, mert egyszerűen a reprocesszálása nagyon költséges. És vannak olyan izotópok,
amik a orvosi diagnosztikában nagyon hasznosak lennének. Az a legjobb az mondjuk egy 5 napos felezés idejű alfa sugárzó, mert azt be lehet úgy adni kis mennyiségben, hogy ilyen jelző szerepet lásson el, hogy áramlik, hova, különböző anyagok a szervezetben hova kerülnek, hogyan az anyagcserét lehet vizsgálni vele, ami betegségekre is utal, és ugye, mivel 5 napos a felezési ideje, ez azt jelenti, hogy ugye 10 nap után már csak negyed annyi van belőle, 80 nap után már csak egy 65 ezred mennyiség van belőle, 16 milliomod rész van belőle, tehát mivel ilyen egy éve, két éves reprocesszálási ciklusra, ezek nem hasznosíthatók. A sóolvadékosnál meg menet közben kiszedhető, odavihető az orvosnak, és diagnosztizálni, tehát az egészségre nem, hogy pozitív kockázatot valamennyit jelent, de az előnye nagyobb lehet, mint amekkora a hátránya. Tehát ez egy óriási előny lehet, amit sajnos nem kapunk meg a jelenlegi atomerőművektől. Tehát, hogyha ugye valamelyik ország azt mondaná, hogy na most ráállok a villanyautókra, de nincsen elegendő villamos energia, hát akkor ilyen tóriumos atomerőműveket olcsón lehetne építeni, nagyon sokáig működnének, és szinte ingyen lenne az elektromos energia. Abban az esetben nem kellene ilyen-olyan áramlatos csővezetékeket építeni, nem kellene attól félni, hogy na most a szaúdiak mennyire adják az olajat. Tehát egészen hosszú távú és nagyon fontos kérdésekről lehetne itt szó, de önmagában az, hogy a mostani atomerőműveknek van sokkal jobb alternatívája, az egy tabu. Annyira tabu, hogy én már 10 évig dolgoztam az Atomenergia Kutató Intézetbe, amikor rájöttem arra, hogy hát amint mi dolgozunk, a nyomott vizes reaktor, az ilyen pöcegödör szintű szellemi alkotás, annál sokkal-sokkal jobbak vannak, mint például a német a golyós reaktor, ami széndioxid vagy hélium hűtésű, nagy hőmérsékletű, ez egy gázhűtésű reaktor, de még a kanadai a természetes, nem dúsított uránium és uránumos reaktor, a Candu reaktor is műszakilag szerintem jobb, mint azok a nyomott vizes reaktorok, amelyek kizárólagosan uralják a piacot. 60 éve semmilyen jelentős műszaki fejlődés nem történt. Na most két kérdés, az egyik az, hogyha ennyire nyilvánvaló, hogy ez a reaktorfajta, amit most Pakson szándékoznak telepíteni, műszakilag rossz. És ezt azért tudják néhányan az országban. Mondjuk, hogy nem is olyan kevesen, szerintem azért, akik értenek hozzá. Hát 20-an tudják körülbelül. 20? 20 ember biztos tudja. És annak a 20 embernek nem lett ráhatása arra, hogy ez megváltozzon? Semmi. Tehát semmi. Azért, mert nincsenek pozícióba, vagy azért, mert nem hisznek nekik, vagy... Is. Ehhez tulajdonképpen egy akkora cég kellene, mint a General Electric vagy a Westinghouse, amelyik azt mondaná, hogy na, rászánok pár százmillió dollárt, és a régebbi sikeres kísérletek alapján én a piacra viszek mondjuk egy kisméretű sóolvadékos reaktort, amivel egy falunak a hőellátását és villamos energia ellátását megoldom. Mert ezt meg lehetne tenni. És még egy kicsit visszamennék, még hát, hogy egyáltalán szükségünk van nekünk Pakson atomerőműre? Tehát ez kell ez nekünk? Villamos energiára szükségünk van, csak az a kérdés, hogy milyen áron. Igen, ez az. És semmilyen beleszólásunk nincs, és az a röhely persze, hogy az ellenség is, meg az ellenzék is, ugye azon hőbörög, hogy most a titkosítás, meg ilyesmi. De arról senki egy büdös szót nem szól, hogy egyáltalán maga ez a nyomott vizes reaktor, ez egy nagyon ostoba dolog. De valószínű, hogy nem értenek hozzá. Hát Gyuri. Erről van szó.
megint mondjuk, olyan... Mondjuk igen, ha az ember valamit elkészít, vagy valamit akar csináltatni, mondjuk ha nekem sok pénzem lenne, és egy házat akarnék csináltatni, nem biztos, hogy én nekiállnék téglákat egymásra rakoskatni, hanem hívnák szakembereket, hogy tervezzék meg, építsék fel, aztán majd kiderül. Na most ez egy igazi összeesküvés elmélet, és ez nem egy elmélet, ez egy gyakorlat, hanem hogy a világ minden országában azok a cégek, akik tudnának ilyen erőművet készíteni, azoknak ez nincs megengedve. Csinálnának, lehet, hogy a Samsung is, meg a Toyota, meg a Mitsubishi is ráállhatna ilyen erőművek gyártására, nem engedik nekik. Most azért a nyomotvizesen kívül van más erőmű is, tehát műszakilag ismert, és működik is a gyors neutronos fém-nátrium hűtésű jellemzően, például a BN-600-as. A BN-600-as a Beloyansk az 30 éve üzemel, több mint 30 éve, most a BN-800 egy picit nagyobb verzióját tulajdonképpen... Oroszországban? Igen, Kaszpi-tenger partján. Ugye három funkciós, egyrészt ugye hőtállít elő, elektromos áramot, és édesvizet. Az, hogy jobb vagy nem jó, ugye ez egy vektor, két vektort összehasonlítani, sok dimenziós a dolog. Ha így nézem, akkor jobb, ha úgy nézem, akkor... A sóolvadékos erőmű a 100 megawatt alatt is használható, tehát falu vagy kisváros. Tehát az lenne az igazi? Hosszú távon az, ami a legközelebb biztonságosan helyezheti a fogyasztóhoz. Igen, mint amennyit ezen keresnek. A gyors neutronos fém-nátrium hűtésű az inkább az 500 megawattos kategória. Tehát az mint Pakson egy blokk, az már azért egy komolyabb nagyváros mellé telepíthető, illetve a moderált neutronosat biztonságosabbnak tartjuk. Tehát könnyebb úgy megépíteni egy moderált neutronos erőművet, ami magától tudja azt, hogy ha túl akar melegedni, akkor magától leáll. Míg egy gyors neutronosat egy nehezebb, így meg, azt is meg lehet, de nehezebb, ott egy picit jobban rá vagyunk utalva a beavatkozó szervekre. Oda kell figyelni nagyon, észre nem olyan intelligens. Redundanciát kell beépíteni. Ha ez elromlik, akkor ez ott van. Tehát ez egy elég komoly mérnöki feladat ezeknek. Igen, megoldható, de nem olyan egyszerű. A sóolvadékos az meg sokkal biztonságosabb. Tehát az önmagában, ha valami baj van, rendbe hozza magát. Aha. Rugalmas. Tehát, hogyha mondjuk így játszottak, mert egyébként játszottak is vele a Oak Ridge-ben, és nem tudott volna olyan baj történni, mint ami Csernobilban történik, ami olyan erőmű volt, mert hogyha játszanak, akkor nagy baj történik. Tehát szándékosan kellett volna szétszórják a rádiaktív anyagot ahhoz, hogy... Mert a sóolvadék, ha kiveszem, akkor megszilárdul, és egy ilyen kő lesz, az nem szóródik úgy szét, mint ugye Csernobilban egy nagy tűz szórta szét a kellemetlen anyagokat. És tehát a sóolvadékkal közel sem történhet meg olyan. Aha. Egyébként ezt a paksi dolgot, ezt a 30 éves titkosítást nem is igazán értem, mert most ha 30 év múlva kiderül, hogy baromságot csináltak, most akkor mi lesz? Hát akkor azok, ma első után nem... köpönyek. Így van. Akik megcsinálták, azok vagy meghaltak, vagy öreg emberek, sem a hajuk szála meg nem. És minden elévül 30 év alatt jogilag, minden disznóság. Tehát erőszakkal beszedett pénzekből, nagyon drágán építenek egy olyan erőművet, ami nem igazán a mi érdekünk. Nem nekünk lesz olcsó az energia. Ez alapján valakinek olcsó lesz, de nem az átlagembernek. Tehát a pénzünkért már megint rossz megoldást fogunk kapni. Nekünk sokat kell dolgozni, beszedik tőlünk az adót. Az az alternatív, hogy akár meg is fagyhatunk, akkor még ez a kisebbik rossz. Hát csak sajnos a dolgok. De tízszer jobb is lehetne, és nem csak nálunk. Tehát itt most nem Magyarországról van szó, hanem ugyanúgy igaz ez természetesen a finneknél, akik most megint orosz
a nyomott vizes reaktort készítenek, és ott is már kétszer annyi ideig tart az építkezés, és háromszor annyiba kerül már a cech idáig, és egyszerűen belementek egy zsákutcába, a hajukat tépik, tragédia, ami például a finn atomerőmű bővítésnél van. Na most végül is, amikor kiderült, hogy most miért fognak csinálni Pakson, és hogy akkor végül is ezt kidöntött el az oroszok, vagy mi? Szerintem az oroszok leszóltak, hogy fiúk, ez van. Ja, értem. Ez a legvalószínűbb, igen. És akkor tessék ezt szerezni, szeretni, mert ha nem ez, akkor még a gázt is elzárjuk. Valami csöndesen ezt mondhatták. Jó. De a műszaki részére nem lesz már idő, szerintem. De beszéljünk egy picit a jókról is. Két és fél három percünk van, úgyhogy. Igen, tehát beszéljünk arra is, hogy kik a jók, mert azért rengetegen vannak. Például a Műszaki Egyetemen dr. Kópházi Józsefnek volt egy doktori disszertációja a sóolvadékos erőműről. Azt szimulálta, azt vizsgálta, hogy a keringés, sóolvadék keringése során ugye a késletett neutronok egy része az a magokkal kijut a reaktorból, és a késletett neutronokat szeretjük a reaktoron belül, mert ezt a biztonságos üzemet, ezt a stabilitást segítenek megőrizni, és vizsgálta, hogy különböző üzemállapotokban, tudom én, egy grafit darab elszabadul, aztán megakad, aztán megint elszabadul, mi történik, hogy melegszik, és egy nagyon-nagyon színvonalas doktori disszertációt írt. Ilyenekre lenne még szükség, hogy összerakjuk a kirakósnak a darabjait, hogy hogyan lehet ugye szivattyút építeni, anyagot. Na jó, tehát valaki egy doktori disszertációt, egy dolog, a másik az, hogy ebből mi valósul, megijedve mi kerül át a gyakorlatba. Hát sok kis építő elemből tudjuk majd összerakni a valóságos dolgot. Csehországban is van mozgolódás. A világ minden részén tulajdonképpen vannak sejtek, akik azért a témában egy-egy apró kis tényezőt hozzátesznek. Hát igen, már nem fogunk tudni érdemben beszélni a műszaki részletekről, talán majd egyszer egy másik témában. Vagy én talán megkockáztatom, hogy nem is olyan, de nem is olyan nagy tragédia, hogy nem merülünk el jobban a részletekbe. Pedig fontos lenne. Azt elhiszem, de... Ez a sóolvadékos erőműnek a grafit moderátora, dolgozik rajta két mérnök, látszik a mérete, ilyen két méteres. Körülbelül. Nem nagy, ilyen falusi méret. Így van. Tehát ez egy külön előny, hogy 5 megawattól 100 megawattig is, tehát kicsibe is megépíthető. Mert nagyban mindegyik megépíthető, de az, hogy valami kicsibe is megépíthető, relatíve kicsibe. Na itt van, hogy izzik a hőcserélője. Tehát ez a próbapadja az erőműnek. Innentől kezdve nem mondhatja senki, hogy ez nem működik. Ez működik, ez a technológia. Ez háromféle hasadóanyaggal is működött. Urán-233-mal, urán-235-tel és plutónium-239-el is. Tehát innentől kezdve biztosan tudjuk, hogy mennyi energiát lehet kiszedni belőle, hőenergiát, elektromos energiát, stb. Akkor is, hogyha ez most próbapadon volt, és nem energia, nem elektromos energia termelő céljára használták. Na hát ennyi fért a mai adásba. Bölcsebbek lettünk, okosabbak, nem? Savanyúbbak. És egy kicsit, igen, egyszer olyan jó lenne olyan dolgokról beszélni, hogy miért működik jól a világ, és nem arról, hogy... Az egy másik műsor, a tabuk tények, titkok, pont a tabukról és titkokról szól, és most is ennek kapcsán de erről hát beszéltünk. Nincs olyan tabu, ami alatt boldogság rejtőzik. De az a szex. Hát kedves nézőink, akkor befejeznénk a ma esti adásunkat. Kellemes foglalatosság reményében majd. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, szakértőnknek, illetve vendégünknek köszönöm a mai rendkívül magvas gondolatokat, és akkor két hét múlva ismét találkozunk. Szép jó estét kívánok, viszontlátásra!